Szerdán reggel jelentették be a megyeházán, hogy a munkaerő kereslet és kínálat összehangolására, a gazdaság versenyképességének erősítésére 7 milliárd 450 millió forintot nyert el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A kedvezményezett a kormányhivatal munkaügyi főosztályával együttműködve a járási hivatalokon keresztül nyújt majd olyan szolgáltatásokat, amelyek a munkaerő hatékony elhelyezkedését, képzését, továbbképzését segítik majd különböző munkaügyi szolgáltatásokkal. Működtetünk egy irányítócsoport, illetve egy paktum szervezetet. A paktum szervezetben való részvételre több mint 35 munkáltató szervezet, társadalmi szervezet jelezte az együttműködési szándékát. Az a szándékunk nekünk is, hogy minél nagyobb társadalmi összefogás legyen a célcsoport felkutatása érdekében. Egy nagyon innovatív munkát kell végeznünk, hogy olyan célcsoportot is elérjünk, amely nem szerepelt eddig a munkaügyi nyilvántartásokban. Viszont tudjuk, hogy vannak, valamiből megélnek, de nem a munkaerőpiacon jelentek meg eddig. Őket kellene bevonnunk a következő 6 évben a munkaerőpiacra, ők jelentik számunkra a munkaerő tartalékot. Ez egy komoly és érdekfeszítő munka lesz, hogy akik eddig nem jelentkeztek munkanélkülinek, nem jelentkeztek be a munkanélkülinek nyilvántartásba, hogyan tudjuk őket felkutatni, állunk a kihívás elébe. Mint Román István megyei kormány megbízott elmondta, több megyebeli nagycég keres folyamatosan dolgozókat, egyrészt hiányszakmákban, másrészt pedig szakképzés nem igénylő munkakörök betöltésére. Tekintettel arra, hogy a megyében megjelent a munkaerőhiány, arra is komoly energiákat és forrásokat szeretnénk fordítani, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik értékelhető tudással rendelkeznek a munkaerőpiacon. Ehhez kapcsolódik kompetenciamérés, és természetesen kompetenciafejlesztés is, illetve hát azoknak a képzéseknek a szervezése, amelyek együttműködve, és ezt szeretném hangsúlyozni, együttműködve a munkáltatókkal valósulnak meg, és amelynek a végeredményeképpen a munkáltató számára olyan munkaerő állhat rendelkezésre, aki viszonylag könnyen be tud tanulni a feladatokba. A másik oldalról meg nyilvánvalóan ne feledkezünk el arról, hogy ez a munkavállalónak is jó, mert gyakorlatilag az ilyen típusú képzési programok azok segítik az ő beilleszkedését, és azt, hogy hosszú távon tudjon egy cégnél akár dolgozni és a jövőjét építeni. A támogatott foglalkoztatás a következő 6 évben mintegy 3000, a kompetenciafejlesztés pedig 4000 munkavállalót érint a megyében. A programmal kapcsolatos első pályázati kiírások 2023 elején jelennek majd meg.